Hi mindenkinek! Lehet, hogy kicsit megnyomtam a hát, szóval nem fogok most ilyen gameplay-es izékbe átmenni, azzal már sokan foglalkoznak, de gondoltam, ezt mindenképpen megmutatom nektek a most következő játékmenetemet, ugyanis szeretném nektek bemutatni, hogy micsoda balfaszok a Jedik ebben a remek játékban, hát nyilván a címet el tudjátok olvasni. Egyébként azt szoktam csinálni, hogy nagy unalmamba, amikor ritkán unatkozom, végigviszek egy pályát, megállok a végén, és újra generálom rajta az ellenségeket. Más felállásban, más erősséggel, stb. Most van az, hogy szoktam magam mellé Jediket is állítani, láthatjátok ezeket a drága pofákat, és most azt fogom bemutatni nektek, hogy ezek micsoda idióták, hogy mennyire harcképtelenek, és hogy mennyire elősegítik igazából azt, hogy az ember veszítsen. Kódolunk egyet előtte, beírjuk, hogy Help Ushobi 1, ez ugye engedélyezi a további kódokat, és beírjuk azt, hogy G, Shabere, Armstrong, Combat 1, ezzel pedig szeletelni lehet. Na, hát most azt a felállást fogom bemutatni, amikor bevárom őket, de egyébként ezek a folyosók is nagy kihívást szoktak jelenteni nekik, amit láthatjátok. Első dolog, mindenképpen kiakadok ezen, hogy mi a szar csinálnak? Jedik, és ezért ugrál az ajtó előtt. Nem ám besétál, vagy befut, vagy keresztül jönne, nem. Neki kötelessége ugrálni az ajtó előtt, mert ő Jedi. Mi a fasz? Innentől már képtelenség elválni tőlük, hogy mondjuk azon az ajtón túljussanak. Szépen egyenként libasorba. Főleg, hogyha megél is állják az utat előle. Na, innen már csak itt szépen, mit tudom én, maximum hárman szoktak úgy kijönni. Aztán majd csak jönnek a többiek. Na, nézzünk egy kis akciót közbe. Skywalkert is most csinálták ki. Ezt a gyíkfejű paramarcuk, ezt valami gyíkfejűt csinálom, mert ő a legtáposabb az összes karakter közül, de hát elmint, láthatjuk. Ha nem bírom fölkelni a földre, akkor kicsit nehéz dolgom van. És megvárjuk azért a végkimenetet. Jó van, nyertünk mint Jedik. Köszönhetően ez annak, hogy te képes voltál átjönni az ajtón. Na nézzünk egy másik felállást. Amikor is, nem fogom őket bevárni, hanem megyek szépen a magam útján, aztán vagy jönnek, vagy nem. Igen, tehát összesen vagyunk hárman, ugye a csatatéren. Hát ez csodálatos megint. Láthatjuk azért a háttérben még folyik a harc. Már nem. Idáig tartott nagyjából. Én inkább nem csinálok semmit. Úgy döntöttem. Aha, eddig tartott az, hogy nem csinálok semmit. Hagyjál már! Közben Jedi kollégánk, igen,
fókuszáltan próbál megküzdeni a fallal, és közben még engem is szivat. És beszél a sarokba, mint hogyha annak bármi jelentősége lenne. És nagyon keményen izzásban tartja itt a fémeket. És nekem kéne könyörögnöm, hogy ugyan már légy szíves, hagyd abba itt a önkényes büntetésedet, vagy önkéntes száműzetésedet ebbe a gyerek sarokba. Csinálj valamit, amit most sikerült is. De egyébként már akarom ragadni a nyakánál fogva, és már is ellenem fordul. Úgyhogy kénytelen vagyok végezni vele. Lábatlan kocit. Nézzünk egy újabb példát a balfasság magas iskolájára. Hát ott Jedi barátunk ott áll. Igen, Skywalker is csak úgy tud keresztül jutni egy ajtón, hogyha ugrál. Nem ám, hogy átgyalogolja, vagy valami, nem. Ha Jedi vagy, akkor neked konstans ugrálnod kell. Na itt most kicsit megkönnyítettem a saját dolgomat, mert ezek a drága popák képesek saját maguktól beleugrani ide a szakadékba. Úgyhogy ezt láthatjuk is. Igazán retardált egy közösség ez. Csoda, hogy a szitek állandóan felbukkannak. Tehát komolyan, gyerek. Most gyakjuk le akkor a sötét Jediket, azt meglátjuk, hogy mi lesz. Remélhetőleg nem akad el senki abban a három darab padban. Ki? Hát, milyen érdekes, megint úgy, hogy a kezét kellett levágni. Hát, kezed kezért, vagy valami ilyesmi, ugye? Ja. Hát, jól van. Akkor ez így ennyi volt, srácok. Még valaki gyilkoljuk is oda. Jediket megint gonoszok. Lando is ellenünk fordult. Ah nem, mégiscsak mehettünk. Aha, ezért fejét szekték. Lando-éknál elég nagy fejetlenség. Neked meg derékbe törtem a karrieredet. Hát úgy tűnik, hogy velem is végeztek. Egyébként az a vicces, hogy ezek után egymással is összevesznek, és addig nem bújszanak, amíg valaki meg nem hal. De most már mindenki nyugodt lehet, így van. Feje tetejére állt nálam a világ, mint láthatjuk. Sziasztok!